Szerbusztok, kedves gyerekek, idősek és fiatalok, ez az Amnézia, a Machine for Pigs végjátszásomnak a 11. része. Folytassuk a kalandjainkat. Bizony, visszatértünk a gépnek a szívébe, és izomból bele fogjuk döfni a tőrünket. Bizony, nem fogom vissza a dühömet, a haragomat, mint a sok sertés okozott nekem eddig életem során. Bizony. Azt tudom, hogy ott lent van egy koca. Arra vigyázni kell. Őrült nagy hangzavar van, alig hallom a saját hangomat. Megpróbálok nem kiabálni. Jaj, disznó! Hol vagy, disznó? Mi ez? Menjünk csak azért a másik irányba, még biztonságképpen. Mi ez? Megperzseljük a disznókat? Emberi testek vannak ott. Aha! 1899. október 25. Nincs gépkés a hájas püspöknek és a falánk örökös nőnek. Első rangú falatok kerülnek a szortírozó rekeszekben be, és a legjobb, mint mindig, visszakerül a zsúrkocsira. Fel a konyhába, hogy megpárolják, feldúsítsák, szaftos legyen, és kenyérmorzsát adjanak hozzá, hogy aztán visszakerüljön az asztalra a következő éjjeli lakomára. És látod, nem minden este, bár elkezdtük sűríteni a záró esemény gyakoriságát. A szegényekkel ellentétben a gazdagokat idővel hiányolni fogják. De mi továbbra is elkényeztetjük és előkészítjük őket, kiváló ételeink már London kastélyaiba és kunyhóiba is eljutnak. A Times-ban pedig nemrég megjegyezték, mennyire túlsúlyosak mostanában az előkelőségek a finom borból és gazdag húsokból álló diétájuknak köszönhetően. Persze a múlt heti Punch-ban egy karikatúra dagadt malacnak ábrázolta Selwyn Wycombe-ot, amint egy fatálon fekszik és társai róla falatoznak. Ördögi és gyáva rágalmazás, nincs kétség, de nagyon ízletes volt. Atya, Szent, Szűz, Mária. Ez egyben kannibalizmus is amúgy. Na, így már kevésbé zavar az akadoló hangeffekt. Két irányba is mehetünk. Először ide akarok menni. Nézzük meg, mi van itt fent. Valami lámpa. Plusz egy szexi kiírás. Vigyázat, X-vegyület, nyílt láng használata tilos. Szigetelés nélkül elektronika használata tilos. Most megvilágítottam az X-vegyületet. Nagyszerű. Azt mondja, hogy a gyújtó gyertyánál. Ezeknek az elektromos dolgoknak az érintése halálos lehet. Össze kell zavarnom a gépet és elárasztani a rendszert. Ezúttal nem szennyvízzel, hanem forrásban lévő szikrázó folyékony halállal. Nem érdekel már a testi épségem. Csak zúzzuk le. Még jó, hogy nem ugrottam oda le. Egy hordóval. Hordót fejére kéne vágni. Szevasz, disznó komán. Hát egyértelműen a másik irányba kell menni. Végén még a gravitáció fog végezni velem. Will they be free? Yes, my friend. Trained and bled and freed from the prison of the flesh. Free to ascend as smoke to the stars. And the good? The worthy? How will we save them? Show me these worthy, Mandus. Show me these good. I do not see them. Hát itt vagyok például én.
Én jó vagyok. Arra menjek, vagy erre? Mi ez? Belsőségfeldolgozó. Belsőséges kapcsolatba kerültem a belsőségfeldolgozóval. Ha-h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 a
Kacagnom kell. Hűtőtartályok. Yeah! Imádom a hűtőtartályokat. Váááá! Mindjárt leszűrcsölöm. Ha csak nem jön egy koca. Mindjárt, és a fenekem beharap. Hopp. 1899. október 27. Felfelé, ágyba. Feltrengjetek a dagat hasatokon. Párosodjatok és hányjátok le a sezlont. A baldacsinos ágyat, vagy az öltözőasztalt. Végül beledőltök a puha matracba, részegen, bedrogozva, kövéren, bután és érzéketlenül. És pattanjatok a csapdába, embermalackák, pattanjatok a csapdába. Egy kar meghúzásával egy sor hidraulikus dugattyú és szerelvény indul be, így három acélrudakból álló fal ereszkedik le a mennyezetről a baldakinon át, ketrecbe zárva az ágyon a terméket. Megakadályozva a menekülését. Ajaj, így kezdődött a játék. Akkor mi magunk is disznók vagyunk. Aztán az egész ágyat hátradönti a falba egy erős rugó szerkezet, amelyet szintén hidraulika mozgat. Ehhez a rendszerhez a nyomás a vákumos kizsigerelő rendszer mellékterméke, amit a gyártósor másik részén használunk tömeggyártásra. Így létrehoztuk a saját malackozott forradalmunkat. A tömegek mozgalma következménye a gazdagok kiirtásának. Mi van ideírva? Vigyázat! X-vegyület, nyílt láng használata tilos! Szigetelés nélkül elektronika használata tilos. Hát akkor nem tudom... Várjál! Hűtőszivattyú. Úgy érzem, eljött az alkalom az első csapáshoz. Ha egy elég nagy tárgyal megakasztom a fogaskerekeket, megadom a hűtőfolyadék áramlása, nyomás keletkezik, amely eltöri a csöveket és szétrepeszti a tartályokat. Hát akkor guruljál, köcsög. Úgy van, guruljál. Azaz. Te is gyere. Gyere, zuttyannyál egyet. Gyerünk, köcsög, gyerünk. Úgy van. Végre leállt ez a nagy zakatolás. Végre lemászhatok. Ooh yeah. Fucking yeah. Mi van itt? Minek másztam én ide le? Nem látok semmit. Minek kellett ide lemásznom? Most őszintén. Mit csináljak itt? Ja, csak gyönyörködjek, hogy aha, tényleg szét lett zúzva. De jó volt megszemlélni. Oké, kicsit komolyabban kéne lehet játszanom. Oké, fosok nagyon. Júj. Mi lesz itt velem? El van árasztva. Na most aztán lehet szürcsölni, mint a disznó. Itt a koca, hol a koca? Jövök! Wow. Okkantjaj! Zárva van! Veszünk fejt! Gyanítom, hogy ez a disznó már nem lesz ott.
Juicső. Aha. Így van, így van. A disznóknak annyi, gondolom én. Ugye? Na, még egyszer próbáljuk meg. Gyerünk. Áramot nekik. Jó, szerintem már elpusztult minden, ami elpusztulhatott a vízben. Hát nem is tudom. Szerintem mentek egyet. Engedelmetekkel. Na jó, akkor törjük ki a lábunkat. Egyet értetek velem? Fuck. Nagyon piros lett a képernyő, alig látok valamit. De azt látom, hogy ott van egy lépcső. És egy döglött disznajcs. Első disznónk, disznó áldozatunk, gyártósor központi vezérdője. Mi ez itt? Hűtőszivattyúk. A gyújtógyertya. Úristen. Remélem, hogy nem bonyolították túl ezt a részt. Mi ez? Gyártósor központi vezérlője. Hát, mit tudom én. Juicső! What the fuck? Juicső! Nagyszerű. Aha, ez az. Pusztulj! Gombokat nyomogatok orba szájba. Mi ez? Hiúság botja. Mi? A hiúság botja. Isten, belsőség feldolgozó. Így van. Zuttyannyál. Te is zuttyanni fogsz, te is zuttyansz. Így van. Pusztikálj. Au, 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 au. Megrázott az áram. I know you, machine. I know what you fear. I will rain excrement into your very soul. I will destroy you. You are too late, Mandus. My great works are almost begun. Tulajdonképpen most magam ellen beszélek, nem? Na jó, azt hiszem, hogy elpusztítottam a gépet. Ennél is többet már nem tudok tenni. Ha most irány, az ellenkező irány. Akármi is van erre. Valami csak van. Mi ez? Ja, egy lámpa. Azt hittem, hogy... azt hittem, hogy ki lehet mászni. 1899. október 27. És ne pazarolj, ne akarj, mert itt a válogatott mocskot és belsőségeket átszűrik és kiválogatják. És több csatornán keresztül kerülnek a világba, mint amennyit bárki el tud képzelni. A termék átmegy a gépezetnek ezen a részén, és keresztül halad a pengén, amely két részre bontja, hogy kész legyen a hentes részlegre. A köztes állapotban a ház alatti fogyasztó csarnokban tartjuk, és a hűtési folyamat során természetes módon képződött hőt ezeknek a termeknek a csöveibe és nyílásaiba vezetjük, és ez az oka annak, barátom, hogy inkben és mellényben ülhetünk itt. Kabát nélkül ezen a fagyos téli estén, anélkül, hogy tűz égne a kályhában, és így beszélgethetünk itt a vállalatról. A gyomrunkban és lábujjainkban lévő melegség azoknak a gyomroknak és lábujjaknak köszönhető, amelyek épp most is a gőzen, tűzen és pengéken haladnak keresztül a lábunk alatt. Hú, de jó ezt tudni. A lényeg, hogy nem fázunk, ugyebár? Köcsege! Mi ez? Belsőségfeldolgozó. Ja, nagyszerű, kinyílt ez az ajtó. Fucking yeah! December 2.
elhagyva azokat a templomokat, azt a rakás követ a rododendronok alatt, ártatlanok koponyái a laza göröngyök alatt, fej nélküli bordák a hideg kőben az oltárok mögött, 3000 mérföld távolságra. Visszanézem az eddigi életem, eső folyik az ősi között kőze telepedéseibe. A mérgek már ebben a nedvességben is benne vannak, ebben a zuhogó vízben. Csapkodok, öklendezem és belehányok a mosdóba, mindkét kezemmel kapaszkodom a tálba és bámulok. Aztán a lefolyóban kristálytisztán megjelenik egy játék gerinc, óramű és bonyolult, mint egy gyerek gerince, de óramű. Hogy lehet ez? Hogy lehet egy gyerek gerince olyan, mint egy óramű? Óvatosan megmostam és feltettem a kandalló párkányra, a tojás mellé, amit magam raktam, a kert alá, ahol a gyerekek koponyái vannak eltemetve. Az én Mexikómnak hívom. Hát, nagyon őrült ez a Mandus. Vagy őrült volt és kihozanodott. Nincs más út, csak lefelé. Valamit kiírt a játék, egy pillanat. Azt mondja, hogy az út a belsőség feldolgozóhoz. Most már kritikus sérülés érte, ebben biztos vagyok. Nem gúnyolódik többet. Érzem, hogy remek körülöttem, sebzett állatként lapulva a földre. Érzem, hogy fél tőlem, és annál inkább gyűlölöm, ahogy magamat is gyűlölöm, hogy szabadon engedtem. Vértől lüktet a fejem, vacognak a fogaim, láztól égek és öklendezem. A halál angyala vagyok, alászálva, hogy megfojtsam az első szülöttet az utána jövő kettő haláláért. Érdekes. Szóval most mi a saját gépünket a gyermekünknek tartjuk. Elképzelhető. I am here again, at the foot of those stairs, towards the red light of the nursery. Sunset in the window like a bleeding sky, the horizon a slit throat, the seeping dark to drain the guilt from us. I am the jaguar-faced man. I am the feathered serpent. This priesthood is mine. Hopp, egy disznó. Emberből falatozó disznó. Van ott egy sörétes fent. Lehet nem sörétes, de akkor is kéne. Mivel durrantgathatok itt jobbra-balra. Már annyira megszoktam a durrantgatást. I can meet him, your great engineer. How marvelous. I must say, Mr. Manders, my excitement is almost unseemly. Yes, I can see that. Step this way, professor. I will be right behind you. Mm, yeah, professor. Landis. Landis, where the devil are you? I can't see a damn thing. Landis! We are the pig, professor. We are all the pig. Na igen. Mandus, te elmebeteg állat. Szó szerint állat vagy, hiszen saját magadat is disznónak tartod. Két gyermek. Azt hittem már megvannak a gyerekek. De nagy sötétség van itt, ja? De hülye vagyok. Van lámpa. I climb in stillness now. Blue water runs in my veins, now I am clean. I carry the knife of this factory, the bowl of this mill. I am come to collect you from your fields and your furnaces. I will gather you into the white clouds. I will gather you to me, and I will take you home. Most jutott csak eszembe, hogy van lámpám is, bocsi.
Úristen, mi ez a hely? What the hell is this place? Minden tiszta vér. Oké, tudom, hogy arra kell menni. Csak kíváncsiságból megnézem már, mi van itt. Emögött. De úgy látom, hogy semmi. Csak a sötétség. Meg a slow motion. Gyerünk! Húzd meg a kart, Mandusz. Fugy! Na, lefelé megyünk, nagyszerű. Sötét énje. Ismét visszatértünk. I am back. Azt mondja, hogy álmaimban a gyermekeimmel sétálok. Olyan alagutakban sétálok, ahova még ember nem tette be a lábát. Ebben biztos vagyok. Csak én és ő. Zúzmara nő kabát ujjamra. A halálos nyugalom és a megfagyó levegő jelzi, hogy közel járok. Ujj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 
Elődaráló. Vákumos zsigerelő. Úristen. Vákumos zsigerelő. Kolbász töltő. De durva. Na jó, menjünk. Why did you take my children? I, Mandus. Of all the blood we have spilled together, the first drops fell from your hands alone. Then I am damned for a filicide, and everything is lost. Hát igen, meggyilkoltad a saját gyerekeidet, mert egy állat vagy. Sőt, az állat nem csinál ilyet, Mandus. Szóval még te az állatnál is állatabb vagy, azt kell, hogy mondjam. Ne sértegessük a disznókat. Mandus feldolgozó üzem.
Nem tudok mit hozzáfűzni, gyerekek. Menjünk lefelé. Végén kiderül, hogy disznók vagyunk-e. Jó, hát a kezünk alapján nem, tehát fizikai értelemben nem vagyunk disznók, de lehet, hogy már az átalakulás folyamata az beindult. Meg ez a vibráló fény is lehet, hogy jelzi. De itt már nem is más disznókat érzékel a lámpa, úgymond, hanem saját magunkat. Ugyanaz, Mandus feldolgozó üzem. Fellógatás. De van zárva ez a részleg. Hopp, ez itt nyitva van, de megnézem még akkor a másik irányt. Mi ez? Vigyázzat, ne tedd ki, ultraiboly a fénynek. Életinfúziót tartalmaz. Lehet, hogy hasznunkra fog válni ez az információ. Röf. Röf, röf. Nem tetszik nekem ez a hely. Úristen! Mi ez? Hipermalac. Hipermalac, de jó. Oké, akkor szépen óvatosan kúszunk. Oh, shit! Meghaltam volna. Úgy látszik, hogy meghaltunk. De büszke vagyok. Meghaltam. Először a játékban meghaltam. Yeah. Ezt a két kart kellett meghúzni, ezt annyi. Zsír. Hipermalac legyőzve.
Chandos feldolgozó üzem. Ebbe az irányba. És lejárt az idő, gyerekek. Mindegy, hipermalac kivégezve. Mindjárt jön a leköszönő szöveg. És amíg körülnézek, valami van-e. De nem látok semmi új érdekességet, úgyhogy nem is kellene megyünk Mandus feldolgozó üzembe. Így van. Pont jó. Na, jó van, gyerekek. Ez volt az Amnesia, ami Shin for Peaks végigjátszásomnak a 11. része. Ha tetszett a végigjátszás, akkor lájkoljátok a videót, osszátok meg Facebookon, Twitteren, iratkozzatok fel a csatornámra. Aztán majd folytatjuk, most már nagyon a végén vagyunk, tehát tényleg most már szerintem egy max 2-3 rész lehet hátra, vagy lehet, hogy már most az utolsó rész jön, nem tudom. Úgyhogy szerintem tartsatok velem, kíváncsi vagyok, mi lesz a játéknak a vége. Úgyhogy köszönöm, hogy velem tartottatok, és sziasztok!